Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Áll a Zsoltárok könyvében, de vajon mekkora az ima ereje? Ennek jártunk utána. Nyilvánvaló, hogy van az imának ereje. Volt olyan, hogy például munkahelyi problémám volt, illetve nem tudtam, hogy mit szeretnék tulajdonképpen, hogy hogyan lépjek tovább, és akkor ezzel kapcsolatban Szent Józsefhez fordultam, így vagy úgy, hogy, de megoldásra jutott. Én mindig választ kapok, mindig valahogy szembe jön velem, vagy a televízióban, vagy valaki olyasmit mond, szóval mindig kapok választ, valami kapaszkodó kell, és én hiszek egy felsőbbrendűségbe, mindenképpen. Egy barátom beteg volt, megküzdtem érte, és jobban lett. Mindig hiszem, hogy az imádság meghallgatása talál az Istennél. A mi dolgunk, hogy szóljunk hozzá, hogy beszéljünk vele, megköszönjük, megkérjük bátran, ahogyan Jézus is felhív erre bennünket, hogy bátran kopogtassatok, ajtót nyitnak nektek, kérjetek és kaptok, és aki ebben hűséges és kitart, az meg fogja kapni az Istentől azt, amire valóban szüksége van. A plébános azt mondja, volt egy idős hölgy, aki minden nap bejött a templomba imádkozni, hogy alkohol és drogfüggő fia megszabaduljon a szenvedélyétől, és végül a kitartó ima eredményre vezetett. Az Isten nem süket, ezt írja a Zsoltáros könyve a Bibliában, hanem az Isten pontosan hallja, hogy mi mit kérünk, és azt is hallja, hogy mit szeretnénk, és pontosan tudja azt is, hogy mi az, amire az embernek szüksége van. Bagdy Emőke pszichológus szerint tudományos vizsgálatok igazolják, hogy az imának van ereje. 3 nagy területen végeztek hatásvizsgálatot, az első, amikor egyedül szívből imádkozunk, másik terület, amikor értünk imádkoznak, a harmadik pedig a közös imádság erejének a vizsgálata. Az első terület, mikor mi hittel imádkozunk, ez az első döbbenetes vizsgálat 2005-ből ered. Michael Krokov szív- és keringési zavarban szenvedő betegeket vizsgált, illetve követett az a csoport, amelyik csak elmélyült személyes imával tartotta karban az állapotát, és se gyógyszer, semmi más, csak ezzel ugyanolyan egészségi állapotban maradt, mint a gyógyszerrel kezelt, sőt, tendencia szinten még jobb eredményeket mutatott. Vagyis, hogy valami olyan hatalmat jelent ez, ami nem amellett szól, és a Krokov se azt írta le, hogy akkor most nem kell gyógyszert szedni, hanem hogyha összeadódik a gyógyszerhatás, meg az imahatása, hogy sokszorozódhat meg. Abban a csoportban, ahol a gyógyszerszedése mellett imádkoztak is a betegek, lényeges javulás következett be az állapotukban. A másokért való ima is működik. A Pávijai Egyetemen Olaszországban érdekes, hogy pont 999, de ennyi személyi vizsgálati adatait dolgozták föl, akikért műtét előtt imádkoztak, a műtéti folyamatok eredményessége és a műtét utáni lábadozás folyamatát mérték, hogy kevesebb komplikáció a műtét kapcsán, valamint a rehabilitációs folyamat gyorsabb volt. Vizsgálták a közös imádság erejét is. Az az eredmény született, hogy a közösségben való ima a leghatékonyabb. Talán megengedtetik, hogy ezzel kapcsolatban elmondjak egy személyes tapasztalatot. Én a Pozsonyi úthoz tartozom, Pozsonyi úti gyülekezethez. Ott éppen egy ilyen ismeretterjesztő pszichológiai előadást tartottam, amikor értesültünk arról, hogy egyik hívőtársunknak a fiát egy nagyon súlyos baleset érte. És kétségbeesve jött, hogy az éjszaka a krízis, hogy levágják a fia lábát, vagy meg tudják menteni. És akkor én a jelenlévő gyülekezethez fordultam, és azt mondtam, mondjunk együtt egy imát, tiszta szívből. Kívánjuk, hogy ez a 20 éves fiú, hogy legyen teljes az élete, és könyörüljön meg rajta Isten. És a segítség ezúttal sem maradt el. Alig vártuk a reggelt, hogy kapjunk valami hírt, és kaptuk a hírt, hogy szerencsésen átvészelte, nem kellett levágni a lábát, ma is megvan. egészségben, és hálát adhatunk az Istennek, hogy meghallgatott. Az ima akármilyen bajról van szó, lényegében egy plusz ható erő, tehát mindenképpen, hogy úgy mondjam, szükséges és érdemes imádkozni.